Üdv mindenkinek! Ugye megcsináljuk az első részt, és valaki épp most közli velem, hogy új XCOM játék egy kalapszar, és én ezt pontosan tudtam. De nézd meg, hogy a Dark World mi oka szolgál nekünk itt a kórházban. Mert a jó ég tudja, cuccok, amire ne ugorj rá rovatunk, újabb elemmel bővült, tehát egy régi új elemmel bővült. Azt nevezem. Ezt már most utálom. Jelentem. Ez nem lesz egy égével velem sültenék. Hiszen nagyon meg fogom utálni egy 10 percen belül. Mint valami elbaszott 60-as évekbeli science fiction film zenéje. És itt van a falon? Oké, ez érdekes. Azt hiszem, hogy erre emlékszem, és ezt utáltam. Vagy az eredetivel szenvedtem, vagy nagyon? Nem tudom, hogy hol kéne leugranom, de ezt a rejtélyt mindjárt megfejtjük közösen. Szükséges szerintem össze-vissza ugrani, de őszintén szóval nem tudom, hogy hová tartsak. Úgyhogy pár szerint le fogok zuhanni eddig. Próbálok rá. Igen, szerintem faltól falig kell majd mennem. Talán mégis az a legegyszerűbb, hogy én szépen lejövök menet közben. Emlékszem erre, vagy ezt már kipróbáltam Dark World-ra, vagy az eredetivel is. Nagyon sokat szenvedtem. Valamelyik a kettő közül. Igen, itt spóroltok egy csomót, hogyha itt egyszerűen csak leugrom. Már ha vissza tudok ugye ütni a falra. És mint ezt nem tudom pontosan, mit kéne csinálnom. Ezért elmenni itt össze szlalomba, de ahhoz nincs kedvem. Gyerünk, Meat Boy! Azt nem tudom, hogy nem haltam meg. Lehet, hogy pont, hogy nem kéne shiftelnem. Meg shiftelnem. Nem tudom. Lehet. Ott kell. Ott meg kell. Vagy megállni azon az utcán, az is egy alternatív, hogy tetején megállok. Már, ha megtudok. Itt. Na, az ott már egy húzósabb feladvány. Itt leszünk egy darabig, skatok. De most még nem habzik a szám az idegbajtól, ami ugye, hát mindennyi tudjuk, hogy csak idő kérdése. Csak nem sikerre jártam, de sikerre jártam. Itt minden lila. Mi vészi. Ja, én azt hittem, hogy ezt az akadályt már abszolváltam, úgyhogy mehetek tovább. Az a dupla, az nagyon undorító lesz. Azt milyen ugrással tudom én megoldani? Szerintem egyetre így rácsorgok a falon konkrétan. Így. Így. Azt a zseniális agyamat. Az már kevésbé volt zseniális. Jaj. Itt... Drága Midway, miért nem maradtál életben? Oly sok vidám is. Fényesnek nem nevezhető, de mindenképpen lila jövőnek nézhettél eléve. Azok a frameskitek nagyon jó. Megint elkövet azt a hibát, hogy a háttérben renderelek, és próbálom megszabadítani itt magam egy tágabogártól, elnézést, csak aggasztóan közel repül a számhoz, ami ugye a felvétel sajátos körülmény miatt nyitva van. Úgyhogy szeretném, hogyha nem repülne bele véletlen. Egy nyálmintát már lehet, hogy vett. Szeretném, hogy meg is állna.
a busnica jellegű kreációról beszélünk. Á. Nem tudom, miért nem ugrottam igazából, túl jó mentségem nincs. Ugorj! 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 De kicsit korán ugrottam. Azt ott nem lett volna érdemes megvárni, míg az ott előjön. Kettő. Három. Négy. Öt. Hat. Hogy vagyok még életben? Nagyszerű. Most már ez mindegy, hogy hogy vagyok életben, egész életben vagyok. Oda kell majd shift-el. Na, ezek shift-el sem ment. Hoppácska. Ez még könnyű, megkapom magam csodálatos lendületét. Itt viszont, hát épp hogy csak így is. Nagyszerű. Probléma megoldott. Narancs ügynök. Ez lehet, hogy annoying orange az XCOM-ból. A sarki kis ventilátor nem hiszem, hogy elég erős arra, hogy elfújja minket bárhová. Mivel ez előbb gond nélkül ment. Most miért olyan lehetetlen? Mi az Isten? Tehát tudjuk mi ezt így is csinálni, nem kell feltétlenül így kicentizni. Egyébként szükség van erre a lendületre, nem tudod. Ezzel jutnék oda fel. Nem tudom. Öt falat kell másznom. Oh, most pedig meg volt. Ha meg lehet ezt csinálni, ne gond nélkül. Azt már nem. Úgyhogy mindegy is. Már lehet, hogy onnan tudunk tovább menni valahová. A jobb oldalon. Jobb oldal és narancsárga. Ú, de politizálás lesz ebben. Azt neki, annak így örülök, hogy a videóim alatt ilyen nagy politizálós hozzászólások még nem jelentek meg, bár ezt lehet, hogy betudhatom alapközösségem átlag életkorának. Én ezt tippelném, hogy azt kell itt csinálnom. Erre ráugrani, átmenni jobbra, magasabbról indulva kihasználni a ventilátor lendületét, majd átjutni balra. És szintén nem vagy, az a té warp zone volt? Az a té warp zone, akkor nem is erre kell jönnöm. Warp zone-t azt ugye mi elérjük majd simán a mentésből. Akkor szerintem ne, mit kell itt csinálnom? Hát a ventilátorra pont, hogy szarnom kell, mert így megöl. Aha! Most már értem. Oké, okay, tehát eddig ide egy vörös red herring. Amit magyarban nem szerintem fordítottak vörös herringre, szóval aki megtette, az nagyon szakbarbár volt, ugye ez hát a... Hát az olyan nyom, ami nem vezet sehová, és csak azért van ott, hogy összezavarja mondjuk egy kimivel. Hozhatnék példát. 10 kicsi néger. De nem teszem. Nem lenne szép tőle. Fújjakos össze-vissza, fú! Apa, miért ugrottam be, amikor itt feljövök simán? Mit csinálok? Nyugalom, itt aztán teljesen semmi szükség a shiftre. Hoppáré! Itt egy egész új szint van. Akkor még kezdte hülye első részt megcsinálni hozzá. Nem olyan egyszerű ez itt, hogy triviális legyen számomra. Ja, de így az. Wow. Nem tudom, mert megint nem tudom normálisan beizelelni ezt a ventilátort, nem tudom mikor fúj fel idézőjelben úgy látszik, és mikor nem, mert van amikor tök jó megcsinálja, van amikor meg hagyja meghalni. Aha, oké, okay. Nem tudom, hogy ezzel wow, okosabb lettem-e, de legalább most felítottam, és ez a lényeg. De aztán egyből meghaltam ugye, tehát nagy gyakorlati hasznom nem volt belőle, fúj ki, én meg is szeretek, oké. Okay.
Na ott aztán nem kellett volna shiftet nyomni. Bőven elég lett volna egy normális ugrás, hogy felérjek arra a drága platformra. Ez hülyeség volt. De mi nem az, amit csinálok, mit volt játszom, hát nyilván már ez önmagában egy hülyeség, egy ilyen nem egzisztenciális csőd, de egzisztencialista csőd, vagy ez így értelmetlen? Ezen nem tudom, mivel volt, nem tudom ezzel mit terveztem, de bármit is terveztem, nyilvánvalóan nem sikerült. Ups. Egy pillanatnyi szünetet tartok, mert a bogár egy csöppet irritáló. Üdv ismét mindenkinek, a játék úgy döntött, hogy lefagy. Úgyhogy belassult, utána pedig lefagyott, úgyhogy kénytelen voltam újraindítani. És ez úgy látszik a saját midből képességeim, és elindítanom a teljes nulláról, mert mintha elfelejtettem, hogy hogy játsszák ezt a játékot. Mert ilyeneket csinálok például, meg ilyeneket. Wow, koncentráljunk egy csöppet. Hoppá, ezt majdnem belelőtt a fogaskerékbe szerintem. Egy kicsit ezt korábban álltam meg, mint illamosra tolva. Talánból csináljunk biztosat. Mert ugye a... Wow, a bizonyíték bemutatta, hogy megmutatta, hogy mit baj, meghalt, tehát nem csináltam jól, amit csináltam. Ilyen furcsa dupla fogaskerék egyébként, ha megnézitek. Oké. Azt akartam, hogy hát ha még élek, akkor megpróbálom újra, de mint látható, ebből nem lett túlzottan sok minden. Na, az Isten. Ez egy egész ügyes mentés volt, azt kell mondjam. Tudhattam volna, hogy belakadok a plafonba, és utána is menthető lett volna, csak ez összezavart teljesen. Hoppá. Egy ilyen, nem tudom, ilyen ostobaság generátor az agyamban, ami midboy közben 15 másodpercenként automatikusan kisül. Most egy kicsit gyakrabban csinál, mint 15 másodperc per marhaság. Az a plafon miatt nem egy olyan könnyű ugrás. Szerintem azt fogom csinálni, itt lejövök. És így jövök át. Nagyszerű. Itt kicsit sötét lesz. Én be akar fújni a játék egy halom izére, jól látom. Ezt hogy kéne megcsinálnom? Így egy lendülettel át. Nem tudom, mit akarsz tőlem, játék, ne fújj el! Nem akarok alkatni, hogy alkatrészbe. Na. Előbb ezek itt az aránylag barátságosan nem fújt. Azt a kurva. Te cuki vagy hozzám és velem. Jó, itt valamiért nem nyomtam normálisan a space, ezt magamra vállalom. Jajjaj. Ez érdekes látni, hogy azt megcsinálták, hogy egy variációk egy témára, hogy nem 20 még durvább szint, hanem az előző szintnek egy... vagy hát az eredeti Light World-os verziónak tényleg megcsinálják a durvábbját. Érdekes és egész jól megcsinált dolog. Nem mondom, hogy nem kapok tőle idegbajt néha, de egész jól megcsinál dolog. Itt a sziluettes pályákat utálom, mert semmi értelmük nincs.
Ez erre mondja az angol, hogy gimmick. Ez semmire nem jó, ez csak úgy van. Ne fúj ki a pályáról! Anyád. Nagyszerű. Most se látunk semmi. Azt se tudom még, hogy hová kell mennem, feltétlenül valamerre erre. Ó. Tudom, hogy le kell jönnöm ebbe a kis kamrába, mert nagyon látványosan erre a célra van itt. Egyszerre próbálok itt rejtvényt fejteni, ezek a hülyeségek, mikor merre mennek. Meg arra, hogy merre kell nekem menni. Azt szerintem, hogy megvárom, amíg eltávolodik. Szia! Itt ugye megállhatok. Nagyszerű. Itt nem lesz a barátom, azt már most látom. Ja, először nem megy próbálni még 5000 milliárd alkalommal, ahogy a mondást tart. Na jó, én ettől már most nagyon elegem lett. És egyre jobban elegem lesz. Jaj, ha ezt tudtam volna, hogy az ott lebomlik. Nem állok ott meg egy pillanatra, végig fohászkodni akartam, hogy ne kelljen ezzel a szinttel többet szarakodnom. Főleg azért, mert ez a része mindegy ilyen kibaszott türelemjáték, amit utálok. Akkor nem gondoltam, hogy sikerülni fog elsőre, aztán kiderült, hogy mégis. És sajnos már későn derült ki. Anyád, de egyenesen ugrom fel, hogy ugrom abba bele. Nem értem én ezt. Nem vagyok elég okos a Midway-hoz néha, azt hiszem. Egy pillanat rájunk meg, és innen hova megyek tovább, nem tudom, de élek. Itt ne akadjunk fel, mert nincs értelme. Áááá, mit csinálok? Miért ugrottam bele? Ennek abszolút semmi okom nem volt rá. És ebben hogy halok bele? Közöm nincs hozzá. Tűnj már el, hogy haladhassak. Köszi. Ah, mit csak. Miért? Hogy csesztem ezt el? Gyerünk, Meatboy, takarodjunk innen te meg én együtt. Tovább a következő veszem még idegbajok okozó szintre. Mi? Azt kéne megcsinálnom, gondolom, hogy meg kéne? Erről a falról oda-vissza ugrálnom, miközben ezek a szarságok itt jönni fognak fel. Igen, azt a büdös kurva. Lehet, hogy ezt a szintet fogom most skippelni így elsőre. A kórház szintek közül. Mert elmehet a picsába ez a szint. Meg a kurva bacik. Márha ezek azok, valaki erre írta fel a figyelmet, ezek elvileg bacik. Jó, ezt a szintet ezen hadd skippeljem. Lépjünk tovább a következőre. Legalább látom, mi a fasz kell csinálni. Nem, tehát sokkal egyszerűbb lenne.
Én feltételezem, hogy nekem itt lejönnem kell ide. Ezt így átugranom, és ez egy nehéz, de intelligensnek érződő kihívás. Ezt én már csak hordai zembol. Igen, én felül szeretnék jönni, nem tudom ti, hogy jöttök, nekem egyszerűbbnek tűnik sokkal. Fogja. Szerezd meg a rengeteg kulcsot című feladványon. Következik. Ami szeretném, kiugrik a képernyőről, miközben megszerezzük. És ezt, most kíváncsiság nézd meg, hogy ezt a kulcsot vagy kéne megszereznem. Ez úgy nincs meg. Valahogy így. Ez egy válasz a kérdésemre. És ha innen ki tudok jönni, mert pedig ki tudok, akkor már csak egy bullshit ugrás választott, hogy ezt teljesítsem. Tehát ugye a vakon kell ugranom, amit utálok, de szerencsére megúsztuk. Szaladj! Úristen, de kurva gyors! Wow, ez szerintem gyorsabb, mint a múltkor volt. Igen, itt most megszívtuk. Itt nem állhatok meg. De így gondoltam, hogy pillanatról megnyugvásra lehetek. Tehát fel kell ugranom a tetejére, hogyha tovább akarok menni szerintem. Hát lehet, hogy tévedek. Tévedek bizony. Ah. Ott egy picit azt hiszem várnunk kell, hogy kívülről el tudjak ugrani, de lehet, hogy téved. Hoppá. Na, ilyen hibát csak követtem meg el. Nagyon jó időzített ugrásra van szükség, hogy ezt meg tudjuk csinálni, ha jól látom. Így, pontosan így. Nagyszerű. Fú. Egy kulcs balra, egy kulcs jobbra. A bal oldali kulcsot nem tudom elérni, a jobb oldalit se tűnik, hogy el tudnám érni. Egyelőre legalábbis. Erre emlékszem, hogy ezt nem szerettem. Ó, és vissza kell jönnöm középre még egy kulcsért. Anyád! Most menjünk vissza. Ah! Még már azt hittem, hogy ezt megoldom különösebb nehézségek nélkül. Én naív ember. Azt nem tudom, hogy csesztem el. Ezt inkább tudom, hogy csesztem-e, ez elég egyértelmű volt, hogy mit csináltam rosszul. Kvázi beleugrottam a körfű részbe. Várok még egyet, csak hogy nyugodtan érezhessem magam. És kevésbé fogom már nyugodtnak érezni magam, azt akartam mondani. Csak meg a halál belém folytatta a szót. Ezzel viszont megküzdök szerintem, most legalábbis még nagy naivan úgy érzem, hogy ez teljesíthető, hogyha már még az én képességeimmel is teljesíthető, ha egy kis időt és energiát rászánok, meglátjuk, hogy majd 820 próbálkozással később is ugyanezt az optimista álláspontot fogom a képviselni. Szerencsés volt, mint nem mondjak. Miért jöttek ezek most? Miért nem voltak párhuzamosak? Még edzem azok nélkül, a szimpla függőlegesen hulló körfűrészek nélkül. Tiszta könnyű lenne. Vagy el is. Már rég megcsináltam volna, ha azok nincsenek. De sajnos vannak. És nem a dupla, mondom a szimpla, ami most még nem jött ki. Ja, most már kinyitok, igen, már kinyitok, ezek itt, amik hullanak most lefele, közel hozzá. Igen, nincsenek szinkronban, számra nehezen felfoghatók van. De amikor volt, csak állj meg itt.
Aztán most itt. Várjuk meg, amíg ez elrepül. Itt a harmadik kulcs. És húzunk vissza a nőcénkhez, ugye az a terv. Úristen, ahhoz meghaltam volna. És meg vagyunk. Halleluja. Bacillusok. Nem tudom, mi zsérbe kell. Megint a türelem játék kategória, aminek nem voltam soha híve, mint tudjátok. Sőt, nem türelem játék. Közel sem voltam hozzá. Jó, ehhez most igen. Nagyon szeretném ezt itt röviden és gyorsan megúszni. Mintha mosont, igen, most volt itt az esélyem, hogy ezt itt megcsináljam. Te akarod? Na, idegesítő pálya. Ezt már most megmondom. És lehet, hogy itt a második skippeléssel fogok érni. Mondom, hármat adok magamnak ezeken. A repcsőrön és utána ötöt, azon nem fog múlni. Azokkal, vagy hát összeset igazából. A repcsőrig szeretném a lehető legtöbbet legalább... lehető legtöbbet abszolválni, de nyilván nem kötelezővé, nem teszem kötelezővé magamnak. Ez pedig már beindította a kurvanyázási reflexeimet. Jó, oké. Ez teljesen beindította a kurvanyázási reflexeimet. Utáljuk. Nézzük, ez micsoda. Valamiért nekünk majd a fel kell menni. Egy kulcsért. És ez kinyitotta az óriási ventilátort középen. Mert nem ugye akkor a ventilátor, mint a többi. Csak azok miatt a cuccok miatt a szélen nagyobbnak látszik. Fúj fel szépen ide, köszi. Ez igen, így fog engem kikerülni. Természetesen visszafele is várnunk kell rá. Na, ez nem nehéz, ez csak idegesítő. Fogadunk, hogy van más koordinás egy kurva kulcs? Na, ez nem véletlen van itt. Igen. Pazd meg. Milyen jó, hogy figyelek. Elég ideges lettem, ahol lejövök. És ez tökre nem nehéz, csak nagyon macerás. Itt vagy egy perce már. Milyen jó, nem kellett újra megcsinálnom. Idegesítőbb, mint egy Need for Speed verseny megismételni. Hoppá. Örülök, hogy ebbe sem ugrottam bele. Hoppá. Itt egy kicsit talán jobb, ha sietünk. Azt az ugrás nevezem. Azt nem tudom, hogy kéne megcsinálnom, de majd mindjárt remélhetőleg rájövök. Ezt is megint nagyon kicentisztem. Azt szeretnék kérni tőlem, szerintem a játék, hogy na most már utolért a... addig jár a korsolok útra, amíg... ameddig el nem mit boly. Egy hosszú színnek tűnik. Ja, szóval ez itt nekem rejtény, de előre, vissza, előre... ja, persze. Bocsánat, most már megértettem. Jopá, na az béna volt. De az egyáltalán nem elteltünk olyan hatalmas különlegességet, mint hittem. Azt hittem, hogy kívülről kell visszaugrani és ott a levegőben lenni, amíg kinyílik a cucc. Idehúzó, idegesítő szársára. Annyiban kell, hogy kiessünk, de... erre szépen el. Egyné. Te átengedtél, kedves tőled. Nyilván ez spilankiben ez a lefelézési lehetőség, hogyha tudtam, hogy ott hova kell mennem, azt segítsett volna. Ez idegesített. Nem kicsit. Itt már elmondol le egészen mostanáig, most pedig lejövünk. Egy haladást adunk neki. Nem tudom, meg kell próbálni jól. De ez egy ilyen bakugrás, nem? Vagy csak én nem látok már valódi dolgot, hogy merre kell menni.
előfordulhat könnyedén. Ezt majdnem egyet többször ugrottam ott, mint lehetséges volt. Ha kijövök ide, nem tudom. Anyád. Valami ilyesmi az. Ah. Húzd az időn, pici baci, gyere. Kihattalak a hamcsúnyádnak is. Tehát nem olyan fából faragtak. Szóval itt balra jövünk le. Itt megállunk. Megvárjuk, amíg a baci újra elindul felfelé. Úristen, lecsúsztam, de megúsztam. Nagyszerű, faszom ebbe a színbe. Nem nézd, csak idegesítő. Sosem a zajos, nagyon idegesítő lézerek, hurrá. Ojojoj. Na, meg kell állnom itt a sorokban, a egyenérzésem, igen. Opa! Ja, ez hülyeség van. Néztem, hogy lehetséges ez az ugrás. Láthatjuk az, már amikor éppen nincsen egy óriási lézer, hoppá, az utunkban. Hoppá, ezt szerencsésen túléltük. Hoppá, várjunk türelemmel, most ugorjunk fel. Ugorj fel! Köszi! Ugorj le! Köszi! A nagy lézerekkel nagyon... Opa! A jobbra ki kell menni, oké. Okay. Ezek a nagy lézerekkel olyan kreatív dolgokat nem tudnak csinálni, azt látom. Nem tudom, hogy lehetne, én csak azt mondom, hogy nekik nem különösebben sikerül. Bújj el előre, és menj tovább, ennyi. Nem tudom, ezt miért csináltam. Úristen. Ah, ott lent kell megvárni, persze. Nem tud elég gyorsan megcsinálni. És akkor még csak nem is pánikolsz így, mint én tettem, és nem ugrasz vele sem, de ott türelmesen megvárod az események folyását. Itt leomlik, akkor ideges leszek. Nem, ezt nem akartam. Akkor oldalára akarok majd én feltámaszkodni, és ezt csinálni pontosan. Nagyszerű. Hát milyen jól lejutottam. Félig intuitív, félig mászai módján. Egy félig intuíció, félig mászni módján. Hm. Azért az ott már nehezebb. Nagyon közel vannak egymás ezek a drága lézerek. Hoppá. Mit csinálok? Ne kérdezzétek, mert fogalmam nincs. Csak nyomom a gombokat. Áh, ez hülyeség van. Nem. Ezt megválom, újra jön, csak hogy... Mi az Isten? Vagy nem, vagy belegyalogolok. Azt hittem valami az, hogy el fogod írott írni. Ilyenkor saját magamon csodálkodom, mert nem a játékon, tehát... Hopp. Nem a játékot, nem várom el a játék, hogy ilyen szintű baromságaimhoz alkalmazkodjon, random belesételek a lézerbe, és ezt igazán túl kéne, hogy éljem, és ez a fejlesztő hibája, hogy nem teszem. Ilyeneket azért nem mondok. Na, megint majdnem belegyalogoltam, wow.
Egy pixel hiányzott szerintem. Nagyszerű. 18-as, nem sok hátra. Kedvenc kurva lézerem. Oda kéne átjutnom szerintem időben, ami nem tudom, hogy lehetséges az én képességeimmel. Épp hogy csak. Ezért nagyon precíznek kell itt lennem, azt hiszem. Mert a hangeffektus végén nem indulok el, szerintem szívok. Ez itt egy sokkal könnyebb. Most gondolkodom, hogy ezt hogy kell megcsinálnom. Így, mondjuk. Örülök, hogy nem kellett újra próbálkoznom. Jó, jött is kék annak a torta, mert nem gondoltam valamiért. Azt gondoltam, meg tudok menekülni ettől a rohadék kis szintől, nagyon záros határidőn belül. És megint túl korán ugram bele, ez megint nem tudom miért, mi van. Hibásan húzalozva az agyamban, de bármi is legyen, nagyon rosszul van húzalozva. Már megint... Dölj, ott a lézer, ugorjunk bele, dölj! Itt az egyik kulcs, hogy nekem át kell mennem. Jó van. Szerintem a leguncsibb módszert válaszol, és konkrétan felmegyek a falra megint. Mi között az uncsi módszer? És itt az utolsó. Ja, hogy nem látni, hogy mikor jön vissza, igaz? Niki számítható. Kellni fog egy kulcs, igen, amit ott fogok majd megtalálni. Egy... Hát ha ezt az egyszerű ugrást nem cseszem, akkor egy halálugrással később. Az lett volna ott mondandó következő pontja, de... Most kétszer émeltem sikerült ezt a, hát legyünk őszinték, primitív ugrást elcseszem. Viszont örülnék, ha cserébe igen, ezt a rendeset sikerült volna. Tehát sikerült is első abszolválnom. Erre jövünk tovább. Te takarodj az utamból. Te is eltakarodhatnál. Nem tudom, hogy merre pattog tovább majd. Megint vagyunk, amikor egy izére van szükségem, egy ventilátor, és láttam is itt egyet. Feltétlenül pálya végét is nehezebbre vették, ami azért kellemetlen emlékeim szerint annól csak ezzel a résszel voltak problémáim, mert alapvetően ugyanaz. És megvagyunk, gyerekek. Azt a kurva. Jó, hát volt egy pár, amivel nem, de azokra nem is leszünk meg. Nézzünk meg még ezeket a warp zónokat és egyéb finomságokat, és aztán hát egy újabb videóval leszünk közelebb a játék végéhez. Ezt nem mondom, hogy melyik játéknak akarta izéje lenni. Igen, értelem szerint meg kell állnom rajta. Vagy ha az első szinten elvesztesz egy életet, igazából nincs is értelem folytatnod, kezd újra. És ez demonstrálna most az, hogy meghalok még kétszer gyorsan. Warp zone, felfogtuk, köszi. Kíváncsi lennék, hogy ezt át tudom-e vinni egy ugrásban, hogyha olyan van. Ugye nyilván az apró, miért legfelsőbe beakadok ilyenkor. És vagy szia, meg is szabadultam. Úgyhogy nézzük, át tudom vinni, nem hisz, hogy át tudom vinni egy ugrásban. Hát igazán leteszteltem volna, már ezzel próbálkoztam, mivel lett, amiből öngyilkos hadművelet, amiben vállaltam.
egy pár próbát ennek még adnék. Már csak azért is, hogy többet lássunk be, mint az első szint. Még ez nem segít. Még ilyeneket már százszor csináltam, tehát nem kéne, hogy nehéz legyen. De az. Buf. Na jó, oké, erre visszatérünk később. Na, ezt nem akarom, de most át akartam egy light run-ra, ennyit erről. Akkor még egy próbát adunk neki. Még egy esélyt, a sanszot, bármit. Mit csinál? Bocsánat, az ajt. Így jár, aki hozzá ér a mikrofonjához. Az az ajt csinál. Jó. Akkor mit baj, legyél itt most öngyilkos, és ide majd visszatérünk később, oké. Szóval itt is van nekünk, hát egyrészt ez a furcsa izénk. Mi ez a Sonic the DXZ-nek valami mókás remake-je? Na, ez szemét. Ennek ez volt, ami sikerüljön. Ja, ezek nehezek. Úgy látom, ezeknek érdemi teljesítését ennek fényében nem is garantálom nektek. Mert a sima warp zónoknál talán a legtöbbet meg tudom csinálni, vagy naívan most még azt hiszem. De ezek a aranyszínű cuccok, ezek úgy látom a brutál kategóriát képezik. Nézzük meg ezt a maradék warp zón. Ismét egy másik karakter, ami biztos megvannak a maga furcsaságai. És te hogy működsz? Aha, így mintha egy lassan hullana le, ha? Ha meg tudom fejteni. Szerencsére itt megint végtelen életünk van. Ha nyom a space-t, akkor egy ilyen fura ívben hajlik. Nem tudom most itt jobban elmondani. Aztán, hogy ez most függ attól, mi van körülötte, hogy ez simán csak ilyen gravitációra nem különösebben érzékeny felállása neki. Nem tudom, mi jobbra nem tudom, akkor balra nyilat nyomtam. Nem tudom, láttátok, amikor megcsinálta ezt a kis ugrását. És az én intelligenciának egy magas. Hogy jó, hogyan működik. Ja, hogy ő tud levegőben ugrani. Oké, felfogtam. Már amikor, ha jól látom. Nem tudom pontosan milyen körülmények között, illetve hogy tud levegőben ugrani. Szerintem egyre kevésbé, ahogy itt telik az idő, de ezt most sikerült teljesítenie. Oké. Hát szerintem ehhez is erre a képessége lesz szükség. A jó ég tudja, mire van hozzá szükség most mászomnak. Igazából nem gyűlös semmihez. Jó, szerintem be most nagyon hamar elegem lesz. Jó, oké. Bocs, haver, de te engem nem érdekelsz. Lehet, egy random szinten majd kiválasztom. Most nézzük meg, hogyha karakterválasztást szeretnék. Jé, headcrab, de jó. Itt miért nincs itt? Nem tudom. Ne aggódjatok, ezekkel majd végig fogunk menni egy videó erejéig. Jújj. Tehát látható bármely karaktert lehet itt. Aztán ezeket a bandicekkel szerzed meg egyébként. Amiket hát én magamhoz csaltam a szó nagyon megerőszakolt értelmében. Igen, Gameboy-unk van, de mint ezt már láttam volna. Vagy nem, az nem az ilyen pályán volt, bocsánat, valami teszem, hogy azok a pályák is. De végül teljesítettem egy szintet, hurrá! Ez nagyon szemétfélynek tűnik. Hát főleg, ha ilyeneket csinálom, igen, az én hülyeségem, ott nem a szintén.
Úristen, ugorj! Fú! És itt a harmadik. Ezt hogy kéne megcsinálnom? Rohány az életedért, mint baj. Jó, ezt ugye megértitek, ha ez nem fogok és a továbbiakban szarakodni, ezt így egyszer megpróbálom most még, ha mennyi lehetőségem van rá. Ez számít, melyik oldalon futok? Nem tudom, nem érdekel. Ezt nézzük még meg. The Bloodshed nevet viseli. Super Vérboy. Ez béna volt a részemről. Ne hazudjunk egymásnak. Van a kulcs, ami azt mondja, hogy mehetek vissza a lakás aljába. Öps. Bassz meg. Egyben nagyon idegestő ez a három életes határ. De elsősorban az az idegestő, hogy mindig ilyen kis megszakításai vannak. Nem hosszúak, csak nagyon összead, nagyon már összeadódnak. Még a pár másodperces izé eredményjelző. Azt a kurva, hogy nem haltam ott meg. Eredményjelző képernyő ott idegesítő. Ezért ez, ha ide kell átjönnöm, onnan meg ide, innen meg le a lába jelek szerint. És ezt is azért, mert válpasznak. Mert nagyon rohanok, mert ez a fasság itt, ez nem tudod, hogy mikor jön vissza. Oké, bassz meg, ez... Ezzel megelégettem. Viszont azt ígértem, ezt én megpróbálom egyszer, úgyhogy megpróbálom egyszer. Nem az Agent Orange-et, mi a fasz? Miért nem lehet ebből a mennyből kimenni egyébként? Még egyszer elnézéseteket kérem, hogy nem csinálok full super playthrough-t. Aki azt szeretné látni, hogy szenvedek annak, itt vannak a Dark pályák nagyjai, meg hát a Light World, úgy végig. Szinte kivétel nélkül. Ez már inkább csak arra van, hogy megmutassam, hogy nézzétek, ilyenek is vannak a játékban. A játékban, ami engem most már egyébként különösebben nem érdekel, tehát ez vége lesz a videónak, és szerintem nem fogom bekapcsolni. Na, ez most legalább sikerül. Ó, jó. Nem értem. Nem értem, hogy miért így néz ki. A lila levegő. Oké, már értem. Ott miért haltam meg? Jó. Szerintem eleget láttam, nem tudom ti, hogy vagytok vele. Most úgy járól folytatjuk legközelebb.